A hideg idő beköszöntével egyre többen ülnek autóba, ami fokozott forgalmat, és ezzel együtt megnövekedett balesetveszélyt jelent az utakon. Az utak sikossá válhatnak, a látótávolság csökken, ezért elengedhetetlen a megfelelő téli gumiabroncsok használata, hiszen ezek jelentősen javítják az autó tapadását. Ezen kívül a szakemberek kiemelten hangsúlyozzák a világító berendezések működésének ellenőrzését, valamint az ablakmosó folyadék rendszeres feltöltését is, hogy a vezetők minden helyzetben tiszta és akadálytalan kilátást biztosíthassanak. Az autósokat továbbá arra kérik, hogy az őszi-téli időszakban fokozott figyelemmel kísérjék a gyalogosok jelenlétét, akiknek védelme ilyenkor különösen nagy körültekintést igényel. Mondta el Belinszky Klára rendőrszázados. Egyrészt figyelni kell arra, hogy lássunk és látszódjunk, ezt pedig az autónak a világító berendezéseivel érjük el, tehát mindenképpen át kell nézni az izzókat, hogy világít-e elől, hátul, tompított, stb. Tehát, hogy semmelyik izzó ne legyen kiégve. A legtöbb autó már jelzi, hogyha ezzel kapcsolatban probléma van, sőt, még azt is megmondja nekünk, hogy melyik izzót kell cserélni. Erre mindenképpen figyeljünk oda, nagyon-nagyon sok a félszemű autó, illetve amit ugye hátul nem világít egyik fele. Ezt mindenképpen küszöböljük ki, szabálysértés is egyébként, tehát ez így nem lehet közlekedni egy járművel. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy a világító testek tiszták legyenek, tehát ne borítsa sár, vagy bármilyen szennyeződés, hogy át tudjon rajta menni a fény. Mindenképpen fel kell készülnünk arra, hogy az autónkban legyen megfelelő mennyiségű ablakmosó folyadék, hiszen az eső saras időben nagyon sokszor felcsapódik a szélvédőre, és hogyha nem tudjuk azt lemosni, akkor nem fogunk jól látni, már pedig ez elengedhetetlen. A hosszabb fékút és a csökkentett hőmérséklet mellett a gyalogosok számára az is fokozott kockázatot jelent, ha nem elég észrevehetők. A rövidebb, esős nappalok idején különösen fontos lenne, hogy fényvisszaverő vagy láthatósági ruházat viselésével kiemelkedjenek a sötét környezetből, így növelve a saját biztonságukat. Az elsődleges a látni és látszani, illetve nagyon fontos az, hogy ismerjék a szabályokat, és még fontosabb, hogyha már ismerik, akkor szándékukban is álljon betartani azokat. A látni és látszani az azt jelenti, hogy többnyire sötét ruházatban közlekedünk gyalogosként, ezt mindenképpen célszerű lenne kerülni. Általában én azt figyeltem meg, hogy a gyerekekre és érdekes módon a házi állatokra figyelünk, hogy ők ki legyenek világítva, vagy legalább fényvisszaverő ruházat legyen rajtuk, vagy eszközök legyenek rajtunk, de saját magunkra nem figyelünk. És ez bizony hiba, mindenképpen valamiféle fényvisszaverőt el kell helyezni a ruházatunkon, vagy eleve olyan ruhát venni, amin van. Akár a táskánkra egy kis lógó, kulcstartó, vagy bármi hasonló, már nagyon-nagyon sokat segít, hogy távolról is látszódjunk. A témával kapcsolatban nézőink a november 29-i Álláspont című magazin műsorunkban kaphatnak bővebb információkat.